A nagy magyar craft üdítőüzlet, influencerek és egy cápa a berobbanó piacon. A hang. Sziasztok mindenki, Pár Balázs vagyok, és valószínűleg ez az utolsó videó, amit itt láthattatok. Nagyapámnak volt egy családi titkos receptúrája, amit rám hagyott örökségül, és ezt el kellett, hogy jöjjek megkeresni. Valahol itt vagyok a sivatagba, viszont nincs se vizem, és semmi kajám, élelmem, és a telefonom is le fog merülni. Viszont úgy döntöttem még, hogy veszek egy utolsó videót, hogyha aki megtalálja a telómat, láthassa ezt a videót. Igen, ilyenkor nem a 9-11-et szokták hívni amúgy. De biztos nincs tére. Az mi? Mi az Isten az? Én már sejtem, mit látott a Balázs Kix. Te is sejted? Az eneba.com egy játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 000 termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneba.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Úristen! Tökéletes Trustpilot értékelés! Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes lesz, és megbízhatóak. Hogyha valami nem működik, akkor kapni fogsz egy újat, ebben biztos lehetsz. Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Haló, nem jó a kulcsom! Ó, itt egy új neked! Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Zord! Ain't no way! Wow. Aha, ez amúgy jó. Hú, de nagyon megy a motorra. Tökre megy a motorra az öreg, figyeljétek. Ez lesz az! Bro, egy rongybaba lett! Litből tanulvonások mondja, hát ezért ilyen drága a Balázs Kix. A videóproduciont ki kell valakivel fizettetni. Ne, nem tudja kinyitni. Mi van Balázskám, miben? Nagyapa. Hogy lehetséges ez? Tudod, hogy én csak a képzeleted műve vagyok. Mi van, miben? Megtaláltam a rám hagyott örökséged, de nem tudom a kódot. Tudod, mit mondtam kisunokám, hogy mindig, minden, a legapróbb részletekben van elrejtve. De mi? Ezt hogy érte? A legapróbb részletekben van elrejtve a kód. Nagyapa! Minden az apró részletekben rejlik. Az évszám lesz az, biztosan. Wow, hát ez az első dolog volt, amire gondoltam amúgy. A rejlik az nem azt jelenti, hogy el van rejtve valami? Yes! Yes! It's happening! A magyar crime! Akarom mondani prime! Oh no! Bro is cooking! Gyere már! Hol van? Gyere már Balázs! Gyere már Balázs! Ott az ice! Yes! Yes! Gyerekek! Ti mi a figyfenét csináltok itt hajnal kettőt? Mi a pitypangos ménkült kerestek itt? Hogy este itt találkozunk. Nonsense! Azt beszéltük, hogy este 8-kor találkozunk itt. De különben is, hogy nézel ki? Mi történt az arcoddal? Azzal ne törődj, majd elmeséljük, itt vannak a táskák. Akkor viszont itt az ideje virítani a szajt. Most ugyanazt eljátszották, mint az előzőnél? Vagy ez nem a merch videónak a vége amúgy? Vagy ez most ugyanaz? Vagy ez a storyline reverse-be van? Gyerekek, ez nagy. Zord! Ain't no way! Hát van ilyen nem a hűtőbe! Chat! Hát ezt nem viszitek el, baszod! Ugyanaz! Ugyanaz a kettő! Hát nézd meg! Bro! It's crime! A crime és a Zord ugyanazok! Hát crime. Azért crime, mert prime-nak nem vagyok hajlandó hívni. Hát konkrétan Logan Paul egy bűnöző. Na most, tehát az üdítő nem eredeti. Nézzük meg ezt a videót itt. Doubt anyone's even gonna watch this video. But...
This is me signing off for good. Oh, really? Csináljunk egy olyat, hogy lejátsszuk újra az elejétől, így picibe ezt mellette, jó? És akkor látjuk, hogy van-e hasonlóság esetleg. I think the hardest part was knowing when it was time to give up. Mm-hmm. Wait, what? Aha. Itt előbb történt meg az a dolog. De itt is meg fog történni ugyanaz a dolog. Csak Balázskám többet jeppel. Csak tudnám mi a francnak. Láttátok? Most nem káromkodtam. Hoppá! Elesett ugyanúgy a kamera meg minden. Igen, ő is itt keresgél. Hát ez nagyon jó. Hoppá, az újság. Eldobta az újságot a Balázs. Most mindjárt ő is meg elolvas és eldob az újságot. Figyeld. Így fölfelé. Hopp! Who wrote this? Hát Balázs, nem még a pofád, most őszintén. Hát itt ma motorral mennek, mert nem volt annyi a production value. Haladjunk egy kicsit, a motoring megvárom. 3 hónapos videó. Hoppá, koordináták vannak itt. Ah. Na menjünk. Lovakkal mennek? Hát ez ugyanaz a kettő videó, geci. Itt is mennek motorral amúgy. Na most vajon úszni is fog a Ryan? Nézzük meg, hogy úszni is fog-e. Várjál. 1 cent. Ez nincs benne a másik videóba. Ez nincs benne a Balázs videójába, ugye? Ja, majd itt találkozik a szellemmel az öreg. Talán. One penny. Hát lássuk az öreg. Aha. Ez elég jó. Hát igen. Az olcsóbb verzió az... Sajnos a Balázs Kixél lett az olcsó verzió. Ő is így elkezdi főzni a cuccot mindjárt, mint a Bazsikám. És most jönnek az ájszabokék ide is. Sugar induced sleep. Aha, igen, ő is csak így fel kell a végén. Itt is ugye ugyanaz történik, mint az előbb. Mindjárt elkezd remegni minden. Igen, teljes mértékben ott is leesik ugye minden a Balázsnál. Teljesen ugyanaz történik benne. Igen. És már mondják, hogy üdé, kelj föl, Bazsikám, keljél föl, itt a két bokós. Megjött a jéghavok és a gaminátor király. Yo Ryan, wake up baby. Yo Ryan, wake up baby. A másik scammer kutya, édes istenem, te. We're not even driving. That guy's really gone off the deep end. Wow. Kreatívabbak a dolgok. Na igen, ebben is kellettek más youtuberek, de hát ugye Balázs ez csak ilyen MC istit tud intézni, meg két okost. And you can get a $25 sour strip box with all four flavors. KTS-ből hogy lett gaminátor? Na valaki linkelje azt is. Apámnak vehettem volna új lakást és nyugdíjba vihettem volna őket. Annyi pénzt kifizetett volna nekünk a kaszinó, érted? Csak szimplán van gerincünk Ruben, és nem fogadtuk el. Ez ennyire egyszerű. Szórakoztató játékot keresel az otthon döglésre a nagy melegben? Akkor van egy nagyon jó ajánlatom számára. A gaminátor egy rendkívüli népszerűségnek örvendő a Magyarországon, ugyanis ugyanúgy nézetre és érzésre is a legendás gaminátor játékig. Hoppá! Elfogadták az ördögtől a pénzt. Elfogadták. Remélem KDS-nek van már a Faterjának új háza. Na hát ez jó vidi volt. Viszont volt egy ilyen, MC István elment a Balázs Kicksbe. Itt van egy ilyen videó. Sziasztok, MC István vagyok, itt vagyunk a Balázs Kicksékkel, és éppen a forgatás előtt egy fél órával vagyunk. Most fog leforogni a komoly riport, ugye egy fél órás, 45 perc. De ez amúgy nem is a Balázs Kicks? Vagy ez a Balázs Kicks? Mi az, hogy Flower? Milyen Flower cucc? Ez a riport. A Balázsék repülővel érkeztek, én hajóval, meg vonattal, még senki... Ja, hogy egy másik Balázs Kicksbe elmentek, ami nem Balázs Kicks, hanem csak valami haverja Balázsnak Spanyolországba. Athénban forgattak! Jesus. Akkor nem Spanyolország. Igen, én vagyok az első kérdés. Igen, a lényegben, hogy ez egy pár nap múlva fog megjelenni a... Flower Kicks. Aha. Az ő oldalukon YouTube csatorna, TikTok csatorna. Addig pedig nálam látjátok csak ezt a videót. Tehát ez csak egy ilyen külön videó itt az én oldalamra. Úgyhogy majd a nagy videót és a teljes riportot az ő oldalukon tudjátok megnézni. Örülök, hogy találkoztunk.
Na, mondták nekem valaki, hogy elméletileg 2 millió fizettek ennek a jó madárnak, hogy szerepeljen a videóba. Ennek itt középen. Tehát, hogyha ez ember ez nem létezne, akkor az AI se tudná kitalálni. Itt van a folytatás ennek az egésznek. Bocsánat, majdnem lehánytam a mikrofont. Megjelentek ezek a Balázsék. Normálisan, tisztességesen köszöntem, kultúráltam minden. Erre fel elkezdett nekem ott magyarázni, hogy figyelj már, szia István! Na, én olyanokat hallottam rólad, hogy ha én találkozok veled, te fejem fogsz szállni, ez igaz? Te most fejem fogsz szállni? Mondom neki, hallod? Mondom, te most kötekedsz velem, vagy mi van? Mondtam haverjának, hogy szóljál már a haverodra. Szóljál már a haverodra! Mi van veled? Utána elkezdi nekem, hogy hallod, te homoszexuális vagy, te a férfiakat szereted? Akkor te homofób is vagy, nem? Te homofób vagy? Meg ilyenek, mondom neki, hogy hallod, még 2-3 szó beszólsz, azt utána fogom, itt hagyom az egészet, azt nem lesz riport, nem lesz forgatás, meg nem lesz semmi. Akkor elkezdik, hogy nem, csak poénkodtunk, vicceltünk, maradjál, csak vicceltünk, meg ilyenek. Utána, képzeljétek el, bement a Balázs boltba, még elő kellett készíteni, még volt egy fél óra, fizettek valamennyit, de mindegy mennyit, nem sokat. De én se kértem sokat, mondtam, elmegyek én ingyen is. Oh. Mert már decembertől kérte. Nope, most nincs TTS. Na mindegy. Mondtam neki, hogy legyen normál. Haverjával beszéltem, mondtam, szólj a haverodra, a Balázsra szóljon rá. Bementünk, utána elkezdett, te személyiségzavaros vagy, meg tudod, hallottunk rólad híreket, meg ilyenek, mondom, haver, most mondtam neki, már csak két esélyed van. Két esélyed van. Utána mondom, itt hagylak a gecibe. Utána elkezd, hogy jó, de hát annyi hírt lehet rólad hallani. Azt elkezdi nekem, hogy akkor te autista vagy, nem? Autista vagy? Na mondom. Amúgy hallom, látom magam előtte, hogy mondja a Balázs, vágod. Meg ahogy mondja, Istenem. Ez real, ez fixen real. Ez szúrja, hogy real. Kóstolgatsz, te gyerek, kóstolgatsz! Elkezd, hogy jó, befejeztem, meg ilyenek. Utána elkezdtük a forgatást, majdnem vagy 2-3 órán keresztül tartott, arról nem beszélek, az minőségi lett, az profi lett, az kurva jó lett, majd azt úgy is látjátok, akkor nem úgy viselkedett, mert ugye az üzlet, akkor normálisan viselkedett. Na jó, a végén mondtam, ott volt a nagyfőnök, a tulaj, a helynek a tulaja, mondtam, hogy én megyek, hívtunk egy taxit, alig vártam, hogy megszabaduljak tőlük, mert láttam, hogy ezek gyerekek. Na most utána mondta sok haverom, hogy megverte volna őket, én hazamentem a... Nem, de az Isti az egy ilyen nagyon nyugodt ember, hogyha... Ott vannak előtte, ugye élőben. Lakásomba, ahol én akkor laktam, egy pincébe volt a lakás. A pincébe. És én úgy mentem haza, hogy a taxiból, mikor kiszálltam, elmentem egy hamburgerezőbe. Már azt hittem, hogy vége, oké, megcsináltuk a riportot, rendben van, oké. Erre fel csörög a messenger. Csörög a messenger. Csörög a messenger, várjál, figyelj. Elkezdi nekem a haverja, hogy a Balázsnak lement a vércukra. Hallod, itt vagyunk az utcán, István, nincsen szállás. Hát mondom, figyeljetek már, hát úgy volt, hogy egész nap itt voltatok a városba. Hát mondom, miért nem vettetek ki szállást? Erre elkezdik, hogy de nekünk nincsen szállásunk, nincsen szállás, nem tudunk hol aludni, István, fogadj már be minket, engedj be minket, megadod a címedet, meg izé. Mondtam nekik, hogy ajánlok nekik egy hotelt, azt mondták, hogy nincsen recepciós. Aténban amúgy én nagyon otthon van amúgy az MC Isti, vagy hol? Mert most azt mondtátok, hogy nem spanyolba ment ki amúgy. Egyszer megadtam nekik a címemet, mert másodszor is visszahívott, akkor már hajnal 1:30 volt, nem hagytak aludni. Megjelentek ott kocsival nálam, és tudjátok, a fürdőszobából ki volt folyva a víz, mert hogy olyan volt a fürdőszoba, hogy nem ment rá a lefolyón rendesen a víz. Hoppa. Erre beszólogatott nekem az a Balázs, mikor bejöttek hozzám. Tehát az éjszaka közepén szállást adtam nekik, erre fel, elkezdett nekem izélni, hogy hú, de szép kis putréba vagy, meg ilyenek. Ezt is hallom magam előtt, amúgy. Mondtam, szóljál rá a haverodra. Mert mondom, kidoblak innen titeket. Utána elkezdte, hogy
Mi az a víz, István? Mi az a víz a földön? A magzat vized? A magzat vized? Meg ilyen. Tényleg hallom magam előtt amúgy. Mondom, ti most részegek vagytok, hülyék vagytok? Vagy mi a faszom van veletek? Mind a kettő. Utána elkezdi, hogy, mert tudjátok, én másnap mentem el onnan, és lehet, hogy be voltak drogozva, mert mind a kettő így leutasvi a szemük, vagy fáradtak voltak, nem tudom. Én kultúráltan viselkedtem. Látom képzelni, ezt eddig láttuk a TikTok live-okban, és milyen kultúráltan tud viselkedni amúgy. Kösz szépen, Botika, hogy Gabesznek küldtél egy subgiftet. Gabesz, remélem, hogy örök életedbe hálás teszel ezért Botikának. És ugye össze kellett hajtogatni a ruhákat, mert mostam, és ugye mentem másnap onnan a szállásról, és mondtam, hogy csak reggelig tudom őket fogadni. Mentek ki a repülőtérre, és akkor elkezdi nekem, hogy nézd már, milyen szépen hajtogat, olyan a keze, mint egy nőnek, hallod? Nézd már, úgy csinál, mint egy nő, jaj, de szép a keze, meg ilyenek. Akkor már oda mentem hozzá, közel mentem hozzá, mondta, faszfej gyerek, mondom, takarodjál ki innen, majd nem tudsz viselkedni? Szerintem, hogyha ebből bármi is megtörtént, akkor az biztos, hogy nem az volt, amikor ő kiküldte őket. Tanulj meg viselkedni, hazamehetsz mindjárt! Ez biztos, hogy nem csinálta. Szerintem belebújna a Balázs Kik seggébe, mert neki van pénze, neki meg... Hát ugye csak a TikTok live-okból, ami éppen... Én ennek az embernek a lórjáról egy kicsit le vagyok amúgy maradva, de amennyit láttam belőle, hát nem tudom. Én a Balázs Kik helyébe egy ilyen, hát enyhén skizofrén, nagyon üt gyereket nem hiszem, hogy oda hívnék, az a helyzet. Tehát, hogyha lenne egy üzletem és valakivel hirdetni kéne, akkor talán nem ő lenne az üzleti arc, nem ő lenne a reklám arca. Hát nem hiszem amúgy, én kinézem a Balázs Kik székből, hogy szét akarták szopatni. És lehet, hogy direkt azért, hogy utána beszéljen róluk. És most én is beszélek róluk, tehát el lett érve a cél ugyebár. De amúgy meg a Balázs, hogyha ez nem is történt meg, tegyük fel, hogy nem történt meg. Több mint valószínű nem történt meg amúgy. De, hogyha ez nem is történt meg, mi a faszomat gondolt a Balázs, hogy ez az idióta nem fog elkezdeni kitalálni dolgokat róla, meg beszélni utána róla? Hát persze, hogy elkezdi. Hát látja, hogy TikTokon a számokat, ő se hülye annyira, azért tudja, hogy a kettő az több az egynél, érted? És látja, hogy mennyi megtekintés jön rá, ha ezekről beszél. Aztán most lehet, hogy hónapokig ezt fogja mesélni. Szóval Balázs, kurvára jól elintézted ezt magadnak, gratulálok őszintén. Megérte, remélem. Mondom, hogy viselkedsz te köcsög, mondom, még egyszer beszólsz, azt mind a ketten mentek ki innen. Na? Hagyta kövi. Anyját ennek az EQ-s szarnak, meg hogy nem normál hangerőt rak rá abból a TikTok. Bazd meg. Utána elkezdik, hogy jó van, befejeztem. A haverja mondta, hogy ő befejezte, de tényleg a Balázsnak a haverja az már utána csendbe maradt. Na. Kimentünk egyet cigizni. Utána még tovább folytatta a Balázs a hülyeségét. Ott félmeszten öltözött meg stb. Ó, az már. Elment fürödni a Balázs Kicks nálam. Utána meg az volt a lényeg, hogy befeküdtek az ágyba. Na. Tehát odaadtam nekik a nagy ágyat, hogy ketten feküdjenek le. Én egy kanapén aludtam a saját házamba, amit én béreltem. Voltam olyan rendes, hogy a kanapén aludtam, átadtam nekik az ágyat. Utána összefinkták. Elkezdtek fingani. Utána abba aludtam, volt egy ilyen pincébe voltunk bent. Kinyitottam az ablakot, mert jött még a most is érzi, még most is érzi! Kinyitottam az ablakot, mert jött a fingszag. A Balázs Kicks meg a haverja, nem is a Balázs Kicks fingott össze, az vigyorgott, hanem a haverja fingott össze. Mit tudom én, hogy hívták? József, vagy aki kamerázott. József! És ismertek Józsefet? Kimentem az utcára. Nem bírt megmaradni! 3 órakor, és egy szemet se tudtam miattuk aludni. Egyetem tudtam aludni. És olyan büdös volt benn, mikor bementem, hogy mint a dög. Mert ugye ez alaksori ház volt. És otthon nem ilyen szagok vannak, Isti? Most mondd meg az őszintét, tényleg. Amikor ő nyomja otthon a TikTok live-okat, akkor nem ugyanúgy beszokott fingani, meg odaszarik a saját szájába, hagyjuk már. Halálra issza magát, meg megeszi a tojást nyersen azért, mert nem ő nyert az Ali ellen a párbajba, meg ilyenek. Biztos az ő lakásában otthon sokkal illatosabb van, mint a Balázs Finks. Na tehát a Balázs fingja, az lehet, hogy illatosabb, mint ami ott náluk van. De azért lehetne már Balázs Dix, Balázs Finks, azért így most már eléggé bővül a repertoár. Miért mondd el mindent kétszer? Hát, mert, na vajon, vannak azok az emberek, akik amikor gondolkodnak, akkor csak azt csinálják, hogy az nagyon rossz.
hogyha mindent kétszer kimondasz, az már egy fokkal jobb szerintem, mint hogyha folyamatosan űznél. De ez csak az én véleményem amúgy. Bro 1337 mondja, legalább nem szarták tele a budit. Hát figyelj, a Herbie-nél azt csinálták az emberek. Kinek mi? Ránézel MC Istire és érzed, hogy milyeneket fingik? Hát amúgy jaj, ránézek és látom rajta. Ez össze volt fingva. Ez össze volt fingva. Mert ugye ez alaksori ház volt, ez össze volt fingva. Azt 7 órakor visszamentem, azt mondtam, hogy szedjétek a sátorfátokat, összeraktam a cuccomat a táskába, mindaz még akkor is beszólt nekem a Balázs, hogy hallod István, figyelj már, ilyen kakukkolást hallottam. Hallottad te is? Azt hallottam, hogy kakuk, meg én mondom neki, a faszom beleverem a szádba. Akkor majd megütöttem. Nyilván. Úgy ordítottam, hogy így állt a falnál, mondom, takarodjatok innen ki a faszomba, mondom, köcsög gyerek, mondom, kivel szórakozol te? Azt utána kimentek, azt elkezdődik, köszi István, hogy befogadtál minket, mondom, jó, menjetek innen a faszomba, azt izé, ott hagytam őket. Á, ez is nincs folytatás, ennyi, ez kiiszi el, én ezt elhiszem amúgy a Balázsékról, not gonna lie, szerintem ez megtörtént, az lehet, hogy nem így történt meg, ahogy mondta az öreg, de én ezt el tudom képzelni, hogy megtörtént amúgy, én látok rá egy kis esélyt, egy ilyen 20%-os chance. De nyomnyomok sincsenek, de szükség lenne rá. Nincsenek nyomnyomok, pedig pont szükség lett volna rájuk. Intő, az valami. Kaptál volna intőt? Hát csak azt kaptam. Számolatlanul. Melyik a kedvenc mesekönyved? Lőgös Gunnar Gedeon, mosómosa mosodája, aztán az indián regények. Mi van olyan nagyobb csintevésed? Erről szerintem a magyar nép tudna mesélni a legtöbbet amúgy. Na melyik lett? Na melyiket fogja mondani az öreg? Erre kinagyítom. Mindig ugyanaz, valahogy a iska udvarról kirúgni a hátsó focipályára. Ez volt a mutatvány. Hát igen, vagy a hátsó kertembe építeni egy focipályát, egy stadiont, az is egy elég nagy csíntevés, főleg, hogyha állami pénzből csinálod. Na hát ez amúgy nem volt rossz amúgy. Nem akarok én még egyelőre beszélni róla, de amúgy nem olyan nagy cucc, elmondom én, hogy miről volt szó. Egyébként van egy csomó ruhám, gyerekek, csak nem veszek fel most olyan kurva jó ruhát, mert most minek? Értem. Úgyhogy most ebben vagyok, ebben az atlétához kész. Figyeljétek csak! Kulcsi, amúgy nem. Protein szeleteket, de amúgy ezek kurva egyébként. Fú, azért az elő erős kaja. Tele van a hűtő, srácok. Fú, azért hogy néz ki a bátyja. Szóval találkoztam ezzel a Balázzsal, meg a haverjával. Az a helyzet, hogy én nem tudtam azt, tehát én azt hittem, hogy normálisak, tudjátok, én oda mentem, le voltam fürödve, felöltöztem, tiszta ruhába, oda mentem, minden. Nem voltak ott 8 órára, várni kellett rájuk, beszéltem a csávó boltossal, mondta, hogy Hungary kolléga majd jönni fog, és lényeg az, hogy hát, tehetem kézni, milyen nyelven beszéltet vele amúgy. Megjelentek ezek a Balázsék, normálisan, tisztességesen köszöntem, kultúráltam, minden. Erre fel elkezdett nekem ott magyarázni, hogy figyelj már, szia István! Na, innen már láttuk, ez a stream elejében volt, ezt áttekerjük szépen. Utána még hívogattak. Ezt tudjuk. Adtak. Igen. Utána, hogy befogadtál, miért vagy nagyképű, meg ilyenek, azt fogtam, azt letiltottam. Fogtam, azt letiltottam. Egy másodpercenként kapunk egy kis információt amúgy. Teljesen jó. Fogtam, azt letiltottam. Jó tetted. Csináltál volna, tesó, hogyha befogadod őket az éjszaka közepén, azt összefingják az éjszaka közepén, azt összefingják a házat, meg azt mondják, hogy... Mit csináltál volna? Most összefingják a lakást, bazik? Hülye vagy, én is letiltom. Fingják a házat, meg azt mondják, hogy női kezed van. Meg ilyenek. Ez végig laggolni fog. Ja jó, de most külföldön nem mersz csak úgy igen. Nekik. De jó! De az, aki hokizott, nem nőtt meg, 160 centi, meg 170 volt, érted? Isti, ki kell adnod egy tudományos cikket. De ez így van. Ez így működik, tesó, hát most gondold el, hát a szervezetbe, hát... De okos, hallod? Az örökítő anyagodat, hát abban a kromoszómák is benne vannak, meg minden a spermában. Hát az, hogyha távozik... Azt írják, szegény kosárlabdázók.
Hát az amúgy... Figyelj, a kosárlabdázóknál van egy olyan, hogy fiatalkorban, hogyha végzik ezt, hogy ugye ugrálnak fel a kosárpalánkért, ugye, akkor az van, hogy a csontokat, ez növe, az inakat, ízületeket ez növekedésre kényszeríti. Tehát ez a palánkra, hogy földobja az izét, de hát ez akkor is genetika amúgy. És mi van, de azért attól ne felejtsd el, hogy a négereknek, meg ilyeneknek ötször annyi sperma termelődik a zacskójukban, mint a sima átlag embereknek. Tehát a genetika... Ez így van amúgy, srácok, ez fact-checkelte amúgy vajon? Valamilyen furcsa oknál fogva Whisperton másnap kirakta szinte ugyanezt a videót, szóval most erre is reagálni fogok, vagyis már reagáltam streamben. Aha, a Kujics! A Kujics! Emlékeztek a Kujicsra? Itt van a Kujics. Benne van a lore-ba a Kujics is. Egyet ára. Amúgy ez eddig szerintem jobb, mint az Orditalnak a filmje. Egy picit. Káromkodott! Baszki. Azt mondta, hogy baszki. De én már hallottam csúnyát mondani. Jól vagyok! Kérdeztük. A kutya fáját. Kurva cringe volt. Hát ez a legklisésebb ilyen filmes valami. Bro, got the mango! Megkapta a mangót, megette. És felébred ugyanott, ahol a Balázs Kicks tegnap. Szerintem még ugyanott is forgatták amúgy, az látséges. Hallod, Rainbolt, Rainbolt, Rainbolt. Locate this shit. Fóti homok bánya. Aha, hát ez azért... Miniatűr sivatag Budapesttől egy karnyújtásnyira. Nőklapja Café, vagy live.hu, itt van. Hát azért, hát igen, ez szerintem ugyanott lett forgatva konkrétan. Azért ez menőbb hely. Amúgy igen, a másik rész is ott lett forgatva, innen ugrott le a Balázs. Lehet, hogy erre gondolt a Silló, amikor mondta, hogy a második Grand Canyon, a második legnagyobb Grand Canyon közel van hozzájuk. Mert elmondott egy ilyet is a Két Okossal Való podcastjében a nagy emberünk. Nem is gondoltam volna, hogy itt innen tőlünk egy napi motorozásra micsoda helyek vannak, hogy kevesen tudják például, hogy Szerbiában a második legnagyobb Grand Canyon. Én azon egy ilyen kötéllel át is húztam, fölöttem meg ilyenek. Második legnagyobb Grand Canyon. Lehet, hogy ez az. Ez itt a második legnagyobb Grand Canyon. Igen, amúgy. Ez egy elég kínos szituáció, mert ugye a Balázs Kicksnek a videója az nagyjából ugyanaz, mint ami ez, de még ennek nem jutottunk a végére. És itt van az eredeti videó, köszönöm szépen. Ezt nem ott forgatták meglepő módon, ez egy külföldi videós, aki egy cukorkát hirdetett be, ugyanezzel a móddal, ugyanígy ő találta ki ezt. Ez 3 hónapja történt. Na most ezt meglátta szerintem a Balázs és a Whisperton is, és mind a ketten ezt ki akarták lopni. És sajnos ez egy olyan kínos szituáció, hogy pont egy időben sikerült ezt megcsinálniuk, csak a Balázs előbb kirakta egy kicsivel, a Whisperton már megcsinálta. De ezt azért ennyi idő alatt nem lehet megcsinálni, tehát ezt nem azért csinálta, mert a Balázs is. Ez biztos, hogy a Ryan-től lopták mind a ketten, mert azért pár nap telt el, ezt egy-két nap alatt nem lehet ezt leforgatni, amit itt láttok, azért ebbe kurva sok munka van, meg azért editing van benne, nem kevés. Na nézzük tovább. Mindketten ott a leírásban, ki az inspiráció.
Aha, Inspired by Ryan Trahan. Wow! De attól még sikerült egyszer ellopniuk, szóval ez kicsit kínos, nem gondolod? Csenge, hát, ne, ha, csenge. Ah, jó, akkor mondom élőben. Ah, jó! Ez így volt belérve a scriptbe, szó szerint olvasd, hogy ah, jó! Mi van, ennyire fehér vagyok? Tásom, te mit keresel itt? Napozok, hello! A sivatag közepén? Tón, erre most nincs idő, meg kell szerezned a következő gyümölcsöt. Már megint? Ja, és csak 10 percet van rá, mint általában elkészülni, de mindannyian tudjuk, hogy ez kamu. Ezt pont nem mondod, anyukám. Mondjuk ez a szett annyira nem adja. Mintha túl sok opcióm lenne. Ez mondjuk nem rossz. Nem rossz. Csenge, ez már annó is nagyon cringe volt. Jogos, mit szólsz ehhez? Halálos iram van a visről. Remélem, tudsz vezetni. Te most viccelsz. Én azért a másik ruhában inkább néztem volna, hogy megy a motorral, de ezt lehet, csak én vagyok. Ez hát ki? Ez meg hova megy? Ez a faterja? Ez a faterja. Vispertonos pulóba szokott szarni. Dupla vé öreg! Meg fog jelenni valakinek a szelleme, nem? Aha, ez a kis bolt, ahol volt a Fanny. Milyen Fanny? Mi is a neve? Búrján. Sivatagot jobban élveztem. Tessék. Két Tony van. Van itt valaki? Miért kapnak 1,5 milliót egy posztért? Azért, mert nem írják oda egy reklám. Ó, megijed! Á, bazzik. Pont. Don? Személyesen. Te vagyok, vagyis a Jobbik verziód. Ez hogy lehetséges? Fénylő gyümölcsök, Jumanji hadművelet és sivatagban kvadozás után még komolyan megkérdezed? Oké, valid. Az utolsó dolog, amit keresel, a sejtelmes kékbe veszik el. Egy a többivel, mégis más külsőt tölt magára. Találd meg, és fejtsd meg a titkot, kis madárka. Kis madárka? Jó, improztam, nem jutott jobb eszembe. Óra indul. Ez csak tejföl. Amúgy szerintem ez jó. Már minőségének minőségi, meg megvan írva, meg minden. Vagy The VR beleegyezett? Hát beleegyeztek, hogy benne legyenek abba a Forbes cikkbe alapból, amit szintén nem értek. Adtam volna, Pisti szólalt volna meg! Mi a fasz csinálsz itt? Mi van itt Antal? A Tony, mi a fasz csinálsz? Megfogyott az öreg! Tudom, vagyis nem tudom, most mennem kell, ne haragudjatok. Hazeg! Ez volt az influencer buli, figyelj, most fogja kevergetni, wow. Ez jó lesz, Jani. Nem is rossz! Húha, történt valami. Sikerült! Ne! A kémény pucolás. Ó, oh, pedig én már tényleg azt tudom, hogy abba adja. Oh, még csak most kezdem. Átlagos RTL reklám. Mi az a szar green screen? Erre a szín... Itt még ott volt, figyeld! És így... Gondolták, hogy itt már hazamentek. Itt már hazamentek a forgatásról, vagyis a Tony. Itt már csak green screennel van bevágva, vagy iszik. Azt az egyet elfelejtették felvenni, hogy beleiszik a bátyja. Wow! Ezért kellett a green screen, hogy át lehessen effektelni. Ó, hát így már értem. Ha megiszod, meleg leszel? Amúgy figyelj! Erre most az, hogyha nem látnám a videót, azt mondanám, hogy most ez egy gonosz komment volt, de tényleg ez történik.
Nem melegek lettek, stílusosak lettek tőle. Hello, hello, hé, hé, hé. Stílusosak lettek. Haliskácok. Szóval, megjelent a legújabb vitálom a Sparkly. Sárkányi meccs grapefruit, mango marakuja és bodza citromfű ízben. Link a leírásban. Azt hiszem. Júniustól elérhető a sparklyjink.hu-n. Csekkoljátok le. Ja. Békös karácsonyt tanálok. Cheers! Oké, hagyjuk. Azt a büdös rohadt. Van benne cukor vajon? Hát a Steve az megijatná ezt amúgy, igen, lehet egy kicsit segíteni rajta. Ő benne azért tenga tesztoszteron, én azt mondom. Azért a Vízpártonos részben is voltak dolgok, ott mondjuk nem volt annyi ilyen cameo, és csak a barátai. Ebben is mondjuk volt egy-két youtuber. Őszinte leszek, a Vízpártonos az szerintem kevésbé mondható kopinak, mint a Balázs Kixes. De nézzük meg a Balázs Kixest is újra. Mind a kettő kopi, de mind a kettő nagyon oda van írva, hogy inspiráció, ugye bár. Van idea, inspiráció. Hamisíthatatlan, utánozhatatlan. Drink Prime. Hoppá! A Silo Steve bebifelte az öreg Balázs Kixet. Mi a helyzet, hallod? Bazsi, az baj lesz. Ő ezt iszi. Ezt láttam már. Egy jogszabályokról beszél amúgy, igen, igen. Egy tag, aki maffiózónak hiszi magát, jogszabályokról beszél. Ez egy kicsit övön aluli volt, én azt mondom. Nincsenek rá szavak, komolyan mondom. Becsület sértésről beszél, bazd meg, azt ő fenyegetőzi ki illőadásba, hogy elrabol engem. Hát geci, hihetetlen, érted? Berak a csomagtartóba. Elment az esze, baszod. A képzeleted műve vagy. Figy, szerintem minőségben, meg effektekben, meg abban, hogy hogyan lett kitalálva, sokkal jobb lett a Vízpártoné. Ezt sajnos el kell ismernem, pedig reménykedtem, hogy a Vízpártoné lesz szarabb, de én szerintem ebben sokkal kevesebb snit van, látszik, hogy azért nagyjából ugyanazon a helyen forgatták az egészet, kivéve ugye a szobát meg az üzletet. Szerintem a Vízpártonnak jobb lett a videója, mint a Balázs Kixnek, sajnálom. Lehet, hogy unpopular opinion, de a Vízpártonét jobban élveztem, mint ezt. De ezt is megnézhetjük újra, hogyha valaki nem látta volna, de szerintem felesleges, hogy megnézzük újra. Hát ugye, italt hirdettek mindketten, lesz saját italuk. Kérlek ne! Na látod, nem élveztem a Vízpártonét, de menőbb volt. Szerintem jó, én élveztem. A nagy magyar craft üdítőüzlet, influencerek és egy cápa a berobbanó piacon. Pahet Balázs, Abosi Barna, Zsozi atya, János Gergő és egyre többen követik őket, lassan nem lehet úgy eldobni egy energiaitalos dobozt, hogy az ne legyen saját üdítőjét áruló influencer találjon. Nem tudok olvasni amúgy. Hát azért ez nem feltétlen energiaital. Meg így nem ugye a Jánosi Gergőt tettem volna legelsőre, mert amúgy ő kezdte konkrétan. Tudtis, az előbb volt, mint a Zsozé és cucc, nem? De engem megvett már a Gergő, az a baj, már nagyon sokat kaptam tőle ingyen, szóval estír. Akárhogy is nézem. Az üdítőitalok piacát két koncern uralja, Coca-Cola és Pepsi. Yes. Kisebb szereplőknek megmarad a 10-15%-on kell osztozniuk. Hát ez még elég szarú hangzik, igen. Hát a Tibi atya is csinált fröccsöt. Amúgy azt is lehet meg kéne vennem. Az influencernek számít a Tibi atya? Szerintem inkább nem. Mondjuk az jó szar is, azt el tudom képzelni amúgy. Hát a Tibi atya mémek, amilyen szarok. Az utóbbit nem egy craft sörgyár készíti, hanem sokkal nagyobb volumen szállításra képes a márka üdítő gyártó Kft. A Zordot a márka fogja gyártani. Ezt jól értelmezem? Tibi atya bor kápolna, 800 forint egy liter fröccs. Az képest nem rossz. Tibi atya, elmondom neked, a legtöbb mémet csak megfogja, leszcreenshotolja, és az angol szöveget kisatírozza róla, és átírja magyarra, és háromszor rosszabb. Meg olyan vicceket rak ki, hogy XD alkohol, Hát ezt tudod, kinek vicces, bazd meg. Na, adjuk is. Én arra emlékszem, hogy középiskolában a pattársam, aki a legjobb haverom volt, mindig amikor pörgette az Instáját, láttam, vagy Facebookot, láttam egy Tibi atya posztot, minden egyes alkalommal bullyingoltam a gyereket, hogy kövessék ki a Tibi atyát. És amikor leérettségiztünk, kikövette, vágod. Esküszöm, szívmelengető érzés volt, amikor megnyomta a gombot. Nagyon-nagyon jó volt. Jobban megérte emiatt végigvinni az iskolát, mint az érettségi miatt. Szóval nagyon tisztelem. Az influencer, az új marketing. Ez föltűnt, igen. Ez így van. Prime sikere újraírta, amit az üdítő márkákról gondolunk. Igen, Logan és a brit KSI 2022-ben rájöttek arra, hogy inkább már nem akarnak egymásnak nekiesni, hanem sokkal több pénzt tudnak csinálni, hogyha együtt működnek, és létrehozták a Crime nevű italt, vagyis hát lehetne Crime-nak is hívni, amennyi bűncselekményt elkövettek. Ők aztán tényleg nagyon-nagyon követendő példák. Na mindegy. Mindketten komoly stábbal dolgoznak, így hozták
össze a 2018-ban kettőjük boxmeccsét. Igen, abból is kurva sok pénzt kerestek, igen. Az is meg volt bundázva szerintem. Úgynevezett sportital, nagyon erős szintetikus ízzel. Azt a kurva. Amúgy volt vele a South Park epizód is, igen. Kösz szépen a subgiftet Everson Grandénak. Promóciónak meg lett az eredménye, hatalmas hype alakult ki. Úristen, ezt így leírni még nem láttam soha. Magyarországra csak szürke importból jutott, simán el tudtak kérni 6-8 ezer forintot is egy palackér. Igen, de most már azért 1000 forintért is lehet venni, hál' Istennek. Oké, magyar sikerek. Abosi Barna. Körülbelül 2000 liter egy hónap alatt elfogyott, és már készül a következő adag. Wow, azt a kurva, ez nagyon nem egy előnyös kép. Jánosi Gergő példája, megcsinálta a Tutti Juice-t. Youtuberként megelőzve kezdte lépíteni. Tehát már a Prime előtt volt Tutti Juice, hoppá. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljád, a nételek százat majd, amit lesz majd elszóljád, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.